Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Zumbum adását látják, és ma ismét Horváth Gergő barátunk a tudósítónk, a beszélgető partnerünk Oroszországból. És hát az eddigi beszélgetésekben is nagyon izgalmas információkhoz jutottunk hozzá, mert hogy a nyugati média az nagyon próbálja befolyásolni a véleményünket, a gondolatainkat, és van, amiről torzképet ad, van, amit meg egyszerűen elhallgat. Ezért volt nagyon izgalmas a korábbi beszélgetés is veled, Gergő, és most a, a háború, abban a, abba a szakaszában értünk, amikor már úgy érezzük azt, hogy ez egy hosszú háború lesz, és ezt többen elmondták, hogy ez azért lesz hosszú háború, mert, mert a nyugatnak ehhez van érdeke, meg hát ez lenne a célja, Többféle célja is van ezzel, de aztán most már arról is egyre többen beszélnek, hogy egyébként az egyik elsődleges célpont az Európa, Európa gazdasági tönkretétele, hogy Európa végleg alá legyen rendelve az amerikai gazdaságnak és az amerikai politikának. És hát azt látjuk, hogy az európai vezetők azok egyébként nem is európaiak, hanem amerikai ügynökök. A háborúról most már szinte alig esik szó, a, legalábbis a magyar médiában, azok is ilyen elég óvatos elemzések, de hát furcsa képet adnak, én azt gondolom, és sok mindent elhallgatnak. Nagyon izgalmas lenne, hogyha összefoglalnád, hogy most ebben a szakaszban, amikor Mariupolban már elkezdik megadni magukat az emberek, vagy talán meg is adta az összes magát, aztán ugye a Dombaszi régióban uh, itt az itteni nem uh, ka igazi katonai elemzők, hanem a média elemzői azt mondják, hogy hát ott bizony nem nagyon haladnak előre a, 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 az oroszok. A, a valódi katonai elemző, például Lukis Feri barátunk az uh, itt, itt mondta el, hogy ilyen e helyzetben az a napi cél az, 5-6 kilométer előre nyomulás, amikor az ellenfélnek beágyazott erői vannak, akkor ennek megvan a nagyon szigorú katonai, taktikai menete. Azt meg olyan furcsa módon értelmezik az elemzők, hogy Harkiv környékén visszavonultak az orosz erők egész az orosz határig. És ez kvázi ukrán katonai sikereknek titulálják ami nekem nagyon furcsa ebben az egész kommunikációban, hogy a magyar elemzők, a hivatalos elemzők, akik a közmédiában megszólalnak, azoknak egyiknek se tűnik fel, hogy békét úgy nem lehet elérni, hogy hogy milliárd, dollármilliárdos értékben tolják Ukrajnába a fegyvereket, ugyanakkor fogalmuk sincs, hogy hova kerülnek ezek a fegyverek, hogy odaérnek-e egyáltalán, aztán megint csak a katonai jellemzőnk Vukics Feri tegnap elmondta, hogy ez egyébként nevetséges, ez, amit a, ez a hisztéria, amit a média kelt, mert ez a katonaságnál nem úgy van, hogy átdobunk oda mindenféle rendszereket, és akkor azt lehet használni egy rendszer. Az, az nem úgy van, hogy akkor egy katonaság mindenféle, a világ összes rendszerére azonnal fel van készülve, és azt azonnal tudja használni, mert hogy ott utánpótlás van, szervizelési igény van, stb. Szert ez az egész egy vicc, egyre inkább egy paródia azok számára, akik tényleg tisztán nézik. Na. Bocsánat, hogy ilyen sokat beszéltem. Gergő, nálad a labda. Melyik információval, vagy mi a legfrissebb híred, amivel kezdeni akarsz? Mariupol, Dombasz, vagy egyáltalán az orosz gondolkodás, az orosz álláspont, a lakosság álláspontja? Először is én is köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a lehetőséget. Szerintem akkor haladjunk sorrendben, legyen a, a, az első akkor Mariupol, ha már ezt egyszer fölhoztad. Az, az igazság, hogy Mariupol kapcsolatban nagyon kevés információ szivárok ki. Az oroszok ugye megpróbálják ezt a kiszivárogatást lehető legjobban elzárni. Ennek szerintem nagyon nyomós okai vannak, hogy pontosan mik, azt szerintem csak ők tudják. Az biztos, hogy amit a sajtóban lehet olvasni, pláne az ukrán oldalról az egész egyszerűen szánalmas, tehát erre nincs más szó, hogy, hogy itt mindenféle, hú, hogy is mondták, hogy ö, evakuálás, meg ilyesmi, hát Pauluszt is igen evakuálták 43-ba Szibériába, tehát most ez, ezen, ezen lépjünk túl. Egész egyszerűen itt arról van szó, amit szerintem már nagyon sokan mondtak, előttem is pláne szakértők, hogy elnézést a kifejezésed de nincs az a tökös katona, aki lent a sötétbe patkányok, sebesültek mellett, éhezés, ö, éhezéssel, mosdatlanul, úgy, hogy fölötte egyfolytában robbanások vannak, kibírna ennyi ideig. Tehát olyan ember nincs még akkor se, hogyha ha bedrogozzák, szteroidozzák. Egész egyszerűen ez ezt, ezt meghaladja egy embernek az elvi, a, 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 azt a képességét, hogy elviselje a dolgokat. És egész egyszerűen most fogyott el az ukránoknak a, az ereje, és sorra adják meg magukat. Erről is nagyon ellentmondó információk vannak, hogy most akkor ukrán katonák adták meg magukat, azovisták adták meg magukat, mindenki megadta magát, vagy csak részben mennyien vannak lent, ki van lent, stb. stb. Erről nagyon keveset tudni, szerintem nem véletlenül. Ezt majd meg fogjuk tudni, szerintem körülbelül egy olyan hét múlva. Tehát igazából ezt, ezt mondta mindenki, hogy legalábbis aki kicsit józanabbul gondolkozott, hogy egy olyan körbezárt város, vagy egy körbezárt acélműbe igazából nekik meg voltak számlálva napjaik. Itt egyetlen egy kérdés volt, hogy mikor fogják úgymond bedobni a törők között. Hát ez most körülbelül most következett be. Üm, igazából ebből semmi, semmi extra nincs. Én azt látom, egy nagyon okos döntésnek orosz részről, hogy nem mentek le katakomba harcot folytatni, hanem egész egyszerűen megvárták, míg följönnek maguktól. Erre azt tudom mondani, hogy ez megint klasszikusan a szláv, főleg a keleti szláv harcászatnak egy bevált módszere, a türelem. Tehát ugye ezt mondtam, hogy talán az első adásban amikor Igen. beszéltünk, hogy eszméletlenül türelmesek. Őnek nincs hova sietniük, igazából megvárják, amíg följönnek. Úgyis tudták, hogy az idő nekik dolgozik. Tehát igazából az azosztáról ezt tudom mondani, olyan túl sok konkrét információt mondom, nem, nem tudunk még akkor is, hogyha minden oldalt elolvasgatunk, mert, mert egész egyszerűen ez majd később fog csak kiderülni. De bocsánat, hogy a szabadba vágok, de azért én is nagyon éles füllel próbálom ezt figyelni, mert hogy ugye már az már abszolút laikusként fel kellett, hogy tűnjön, hogy valami oka van, amiért ott azt a azt a bunkertot, vagy az, azt a, a rendszert annyira nagyon nem akarják elhagyni, akik ott vannak, és hát ugye nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd mi fog kiderülni, hogy laboratórium volt ott, hogy, hogy a NATO tisztek, vagy vegyi fegyver, kísérletező, mit tudom én, francia, biokémikusok, labor munkatársak, egyebek voltak ott, hogy kik kerülnek elő, de most ez is egyébként nagyon izgalmas, és tényleg megint én hát ezt, hogy is mondjam, pozitívan értékelem az orosz oldal kommunikációjában, hogy semmit nem mond róluk. Hát. Tehát, meg, tehát jó van, jöjjenek ki az emberek, azokat szépen majd átvizsgálják, és majd összeállítja az anyagot, és majd azt gondolom, hogy amikor már minden tételesen, minden tanúvallomás, meg, meg egyebeket, meg megtalálta a bizonyítékokat, majd akkor fog kitállalni. Igazából ezzel kapcsolatban még annyit tudok mondani, hogy nagyon, -nagyon érdekes lesz az, az egész helyzet, mert uh, nyilván ők nem azért nem mondanak semmit, mert uh, most megpróbálnak úgymond jó színbe föltűnni, mert az oroszok ezt a nyugat szemébe már eljátszották ezt a lehetőséget, ugye főleg a, 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 a nyugati propaganda miatt. Ők ő, ő, szerintem most úgy vannak vele, hogy szerintem az oroszok sem pontosan tudják, hogy mi van odalent, illetve hogy kik maradt odalent, vagy mi maradt odalent. Mert az biztos, hogyha esetleg ott voltak kutató laboratóriumok, most nem konkrétan a vírusra gondolok, mert ott nyilván nem lehet összetörni a fiolát, mert kiszabadul, de amit lehetett nyomot, azt nyilván odalent megsemmisítettek. Arról is szó van egyébként, hogy jó pár fogyasztott holttest van odalent, Na most arra is majd érdekes lesz odafigyelni, hogy ez kiknek a holtteste, ugyanis könnyen meg lehet, hogyha például ott NATO szakemberek voltak, vagy volt katonák, akkor egész egyszerűen azokat az azovisták, vagy vagy akár bárki felső parancsra eltette lábalól. ugyanis Azért, hát hogy ne tudjanak utána megszólalni. Így van. Igen, azokat már nem lehet kihallgatni. A kihallgatással kapcsolatban meg annyit, hogy nyilván ö, itt ö, ö, elég érdekes a helyzet, mert ö, ugye Mariupolban, az azovsztál környékén, ugye igazából ott vannak a Donbass katonái, tehát ugye a Két Szakadár Köztársaság hadseregének a katonái, ott vannak a csecsenek, illetve ott vannak az oroszok. Na most nem mindegy, hogy kinek a kezére fognak jutni azok, akik ki kerülnek. Nyilván itt a végső, végső állomás az úgyis az orosz titkosszolgálatnak a kezére fognak kerülni. Az más kérdés, hogy ki hogyan dolgozza meg előtte ezeket az embereket, mert hogy dalolni fognak, legyünk őszinték, ki fogják belőle szedni az információt. Tehát manapság, amikor már mindenféle ilyen. ilyen drogokkal, meg ezzel azzal lehet befolyásolni az embereket, egyszerűen esélyük nincs, hogy hallgassanak. Tehát, és akkor még a fizikai bántalmazásról nem is beszéltünk. Az, hogy hogyan fogják őket elítélni, az már egy, megint egy érdekes dolog, ugyanis Oroszországban ugye nincsen halálbüntetés. Viszont azt kevesen tudják, hogy a két szakadár köztársaságban viszont van, és hogyha az ember megnézi az állami dumának a képviselőit, akkor ők is elég érdekesen fogalmaztak, hogyha az ember elolvassa az eredeti oroszt, Ugye ez a fordítás során néha elveszik ez az információ, de hogyha az ember elolvassa az eredeti orosz forrást, akkor abból szépen kiderül, hogy arra utalgatnak, hogy ezeket az embereket, az azovistákat nem Oroszországba fogják elítélni, hanem a két szakadár köztársaságba. És nem csak azért, hogy halálra lehessen őket ítélni, hanem azért is, mert ugye, úgymond a két szakadár köztársaság területén követték el ezeket a bűnöket amiket elkövettek, vagy amiket, amiket meggyanúsítják őket. Tehát uh, itt egy érdekes dolog, ez hát itt nyilván majd lesz ebből nemzetközi felháborodás gondolom, de igazából ez egy ilyen sakmat helyzet, mert most mit tudnak velük csinálni, igazából semmit. Arról meg nem is beszélve, hogy akik tényleg azokat a kegyetlenségeket elkövették 14 óta, azok szerintem meg is érdemlik a kötelet, ez mondjuk az én személyes véleményem. Hát hogy de. Tehát aki, aki civileket öl, az ar arra nincsen mentség. És hát egyik és ezzel ugye a nyugati sajtó nem nagyon foglalkozik, de hát egyszerűen döbbenetes az, a, amit uh, ugye 15 óta ott elkövettek, uh, és ezek pont ezek az azovisták. De uh, csak egy pici, megint uh, a tegnap készült felvételről Vukics Ferenc barátunkat hadd idézem, mely szerint pont a, a Dombaszi... Uh, agressziót elkövető tábornok, ukrán tábornok többször is megfenyegette már például Magyarországot azzal, hogy ő az saját dandárjával mennyi idő alatt szedné szét Magyarországot darabjaira, vagy végezné, vagy fektetné kétvára de, és ezt érdemes majd meghallgatni a, a katonai szakértőnknek a, az elemzését, mert abból az is kiderül, hogy az ukrán azovisták, nacionalisták, vagy ezek a fasiszták, akik, vagy nácisták, vagy, vagy nem tudom, ezekkel a jelzőkkel illetett, hát valami furcsa állítódású emberek, ezek az elmúlt fél évben 16-szor fenyegették meg Magyarországot, tehát és akkor ugye szól az elnök, hogy akkor mi küldjünk nekik fegyvereket, meg támogassuk őket, tehát elég vicces ez az állapot. Na, Mariupolról most ennyit, aztán ezt még nagyon figyeljük, hogy hogy mi lesz. A, ugye azt látjuk, hogy ogyesszát kóstolgatják, tehát van egy folyamatos jelenléte az orosz hadseregnek ott, de ott még nem indított meg semmiféle offenzivát, offenzívát. Várhatóan nem is fog, addig, amíg a dombaszi, meg Donetszki régióban nem tesz rendet. De talán menjünk inkább most a Harkivra, mert az, a nyugati sajtó szinte elkendezve közli, hogy akkor Harkiv felszabadult, és, és akkor ott az ukrán hadsereg már hogy nyomul előre, hát az, hogy ezek mennyire ukránok, az is egy az is egy kérdés, mert ugye ezt nem tudjuk. A NATO az nem avatkozik bele, csak nem tudom, mint 16 NATO ország küldi oda a katonáit meg, vagy 10 NATO ország, amerikai, angol, francia, német, nem tudom én, belga, holland, kanadai katonák vannak a Ukrán egyenruhában. Na, hogy ezt hogy tudjátok ki, milyen információd van itt a Harkiv környéki eseményekről, meg az orosz visszavonulásról? Igazából itt nagyon érdekes a front, frontnak az állapota, ugyanis ugyan, nyugaton nagyon szeretik temetni az orosz hadsereget, hogy hát ez már végsőket rúgja, meg holnap már valahogyibosztókba lesznek az ukránoknak, stb. stb. Na most nyilván ezt a propagandamázat én mindig azt mondom, mindkét oldalról érdemes lehámozni a történetről, mert ez, ez nyilván a kétbites proliknak szól. Tehát akik csak annyiba tudnak gondolkozni, az egyik jó a másik rossz. Az biztos, én ezt már korábban is mondtam, hogy az orosz hadseregnek a, a katonai, nem csak jelenlétét, hanem tevékenységét, azt elég jogos kritikával lehet sokszor illetni. Tehát ugye itt van ez a harkivi dolog is, ez is nagyon érdekes számomra, hogy, na, szóval inkább kezdjük ott a dolgot, hogy azért kárt emetni az orosz hadsereget, mert egyrészt nem szabad elfelejteni, hogy egyelőre az orosz hadsereg küzd egy ö, idegen ország területén, és nem fordítva. Ez már eleve egy, egy alapfelállás. A második az, hogy egyelőre az orosz hadsereg a kezdeményező fél, ez is tény. A harmadik az, hogy az ABV fegyvereken innen az oroszoknak még rengeteg lehetősége van, amit nem használtak el. Tehát az ő kezükben még olyan ütőkártyák vannak, hogy például szisztematikusan elpusztítani az összes vasúti pályaudvart. Aztán olyanok például, hogy az összes hidat, én összeszámoltam egyébként, mert érdekes volt, hogy megnézegettem, ugye ebbe semmi titkos nincsen, tehát az ebből a Google-ök őrszött megnézés, akkor összeszámolja a hidakat, hogy a Nyeperen, ha most nem tévedek, talán 19 híd vezet át, és abból már ugye egy az orosz kézen van, ugye ott Herszani területen. Na most azt a 19 hidat most nem néz kiszámolni, hogy igazából számoljunk, 19, számoljunk 20-ra az egyszerűség kedvéért, de az is lehet, hogy picit 20-nál több híd volt, már így, én nem emlékszem rá, egy héttel ezelőtt számoltam össze. De számoljunk az egyszerűség kedvéért 20 hiddal, Hozzáteszem, ez egy nagyon érdekes dolog. Ez tipikusan, tipikusan kelet-európai jellegzetesség, hogy nagyon kevés híd vezet át a nagy folyókon. Tehát érdemes megnézni például a Dont, érdemes megnézni a Volgát, nagyon kevés híd vezet át, és egy nyepperen is, na mindegy. És hogyha ezt a 20 hidat 20 rakétával lerombolják, akkor ennyi volt. Tehát akkor igazából a két partját elvágták egymástól, mert vasúti ponton hírat tudtommal nem lehet csinálni. És a közúti szállítás meg nem olyan, mint a vasúti. Tehát ezért mondom, hogy az oroszok kezében még rengeteg ütőkártya van. Kezdve az olyan... Bocsánat egy pillanatra, hogy a, a szabadba vágjak, hogy az, arról a nyugati sajtó nem cikkezik, időnként fut ki egy-egy info, hogy egyébként rendszeresen lőnek precíziós rakétákkal, a, a Ukrajna nyugati terén vagy területein pontokat, ahol aztán ha van ott civil áldozat, akkor nyilván nagyon belekapaszkodnak, de alapvetően ezek gondolom azok a vonalak, ahol a nyugati fegyverszállítások zajlanának. Igen, erről, ezzel kapcsolatban még szerettem volna valamit mondani, csak először így, így, igen, így igen, a, a front, fronton lévő dolgokat tisztázunk. Tehát azért mondom, hogy az oroszoknak a kezében még nagy sok ütőkártya van, tehát ezért mondom, kár még temetni azt a, azt a dolgot, az viszont biztos, hogy ami, amit a fronton művelnek, az minimum erősen véleményes, pláne az utóbbi időben. Tehát én azt az egyet nem értem meg, én nem vagyok katonai szakértő, de azért annyit, annyit értek a dolgokhoz, hogy három hónap alatt a tipikus hibákat mi a fenér nem sikerült nekik kiavítani. Tehát ez ez azért egy nagyon-nagyon jogos kritika minden oldalról, és szerintem ezt az orosz felső vezetés is látja, hogy valami nagyon-nagyon nem oké sokszor, nem minden esetben, de elég gyakran az orosz hadseregbe. És ott volt ugye az, a, az, a, az, a, az ominózus eset ö, ö, Belogorovka településnél, amikor egy ponton hírat az ukránok megleptek, és körülbelül 50 orosz haditechnikát, páncéló, részben páncélos haditechnikát megsemmisítettek egy nap. És ez nem lehet letagadni orosz részről sem, mert egész egyszerűen össze lehet számolni a műholdkép alapján, és az oroszok is elismerték, hogy ez, ez, ez nagyon csúnyán beégés volt. Na most ott a következő történt, hogy a parancsnak egész egyszerűen inkompetens volt. Na most ugye ez, ez egy eléggé, eléggé, hogy mondjam, érdekes dolog az orosz hadseregben. Én azt látom, hogy az egyszerű katonatát, akik a fronton harcoltak, harcolnak, azoknak a morája egyelőre még jó, de azért fogalmazok így, mert az ilyenekkel szerintem meg lehet törni az orosz katonáknak a moráját is, tehát ez egy elég rossz irány, amit az oroszok csinálnak ilyen szempontból. A felső vezetés szerintem tisztán látja a célokat, majd pontosan emiatt, hogy a Hátországot milyen stratégiával támadják, Viszont a középvezetők a hadseregbe is, hozzáteszem a civil életbe is, tehát a csinovnyikok, azok viszont, hát ugye, ahogy itt oroszok szokták mondani, hogy féltik a hátsójukat, tehát ez a langymeleg víz, abba szeretnek lubickolni, és akkor se nem hideg, se nem meleg, ne is változom, pont úgy jó. Na most ugyanez a réteg megvan sajnos a hadseregbe is az orosz részről, és ez nagyon-nagyon nagy károkat okoz a hadseregnek is. Lehet látni, hogy azért ilyen veszteséget, hogy egy nap alatt egy helyen elvesztenek 50 darab technikát, az élőerőről nincsen szó, most innentől számháború, hogy abban voltak emberek, vagy nem, de teljesen mindegy. Szóval ezt még azért egy orosz hadsereg se engedheti meg magának is. Nem csak azért, mert ez egyszer fordult elő, ilyet már láttunk Kiev környékén is, ott is az volt, hogy a menetosztoknak az első és az utolsó részét kilőtték, járművét kilőtték, és a közepe az meg egész egyszerűen állt, mint a bóri az új kapunál, és akkor azokat is megsemmisítették. Szóval ez olyan szintű parancsnoki inkope, inkope, inkompetencia, amit nem lehet megengedni. És persze lehet azt mondani, hogy az oroszoknak azért van tartaléka, mert pufferük azért van, de azért egy -e hosszú elhúzódó háborúban ezek nagyon értelmetlen veszteségek. Ettől függetlenül <coughs> én azt mondom, hogy igen, nyugati sajtó szereti fölfújni, meg rúgozni ezen, azért egy valamit nem szabad elfelejteni a korábbiak, a korábbiak mellett, amit mondtam, hogy azért az oroszoknak hihetetlen nagy tartalékaik vannak. De ettől függetlenül ezek teljesen fölösleges veszteségek, az tény. Értem. Tehát ezt, ezt nem, nem szabadna nekik megengedni ezek ezek nagyon érdekes dolgok, ami viszont a, a stratégiai hátországban történő támadásokat illeti. A, és itt van megint az a hihetetlen orosz kettőség, amit nagyon nehéz megérteni, még, még magyarként is, nemhogy nyugatiként, hogy hogy a fenébe lehet, hogy az egyik részen a fronton szerencsétlenkedést látunk, kis túlzással, ami a stratégiai, a hátországbeli támadásokat illeti, azok meg olyan tűpontosságú és olyan precíz csapások, hogy ennél jobban el se lehetne tervezni el se lehetne gondolni. Tehát gondolok itt arra, hogy például nem a vonatokat támadják egyelőre, hanem a trafóállomásokat, ugye, hogy az elektromos áram ugye megszűnjön. Ugye ennek van egy olyan oka is szerintem, hogy ugye itt fölmerülnek ilyen nemzetközi jogi kérdések, hogy az adott szerelvény az például melyik országhoz tartozik. Tehát lehet látni, hogy az oroszok óvatosak nem provokálják fölöslegesen a nyugatiakat, Hozzáteszem, egy idő után elő, előfordulhat az is, hogy majd a szerevényeket is támadni fogják, de egyelőre csak a trafóállomásukat. A hídakat se feltétlenül rombolják le mindenhol, csak ott, ahol kulcsfontosságú. Tehát itt is látszik a megfontoltság az orosz részről, ami a fronton sokszor viszont nincsen meg, tehát megint ez a hihetetlen kettősség. Például ott ugye Moldávia, Románia, Ukrajna ott a Dobrúgya környékén a Dunadeltában, ott nemrég szerintem egy két-három egy hidat az oroszok nagyható távolságú precízős rakétával leromboltak. Na most az is egy olyan dolog, hogy egy tűpontos akció volt, és onnantól ugye ott közlekedés, vonat közlekedés nincs. És ezt lehet látni máshol is, hogy szisztematikusan elkezdték a háború eleje óta a kenőanyaggyárakat, gyárakat, raktárakat megsemmisíteni. Ugye ezt kevesen tudják, hogy a harckocsik számára nagyon-nagyon, itt hát a páncélos technika számára rengeteg kenőanyag is szükséges. Gyakorlatilag azt teljesen megsemmisítették. Nem régi hír, szerintem kétnapos hír, hogy az utolsó ukrán kőolajfinomítót is kikapcsolták az oroszok. Na most tudjuk ki, hogy egy kőolajfinomító se olyan, mint egy bolt, hogy fölhúzok két nap alatt, szóval azért ott az egy elég komoly infrastruktúra. Ez azért is nagyon rossz ukrán szempontból, ugyanis ez talán tegnapi vagy tegnap előtti hír is, hogy Ukrajnából ugye már a civilek számára üzemanyag hiány lépett föl. Na most ez azt jelenti, hogy szerintem körülbelül még egy hónap, és már a hadsereg, az ukrán hadsereg is üzemanyag hiányba fog szenvedni, és itt megint lehet látni az oroszoknak ezt a hihetetlen ö, okos és taktikus elgondolását, hogy oké, okay, hogy szállítanak nyugatról haditechnikát, de nem lesz mivel kis azt üzemeltetni. Tehát egész egyszerűen nem lesz üzemanyag, és erre az se válasz, hogy az ukránok megcsapolják a kőolajvezetékeket, mert abban a nyersolaj folyik. az nem lehet betölteni még egy T72-esbe se, pedig az aztán mindent megeszik az étőlajtó kezdve a kerozinig. De egész egyszerűen nyersolaja, az sem megy el. Na most itt viszont fölmerül az majd, és itt átköthetünk a következő témára, hogy ugye az ukránok milyen sikerrel zsarolják a nyugati országokat, és hogy követelnek tőlük mindenféle haditechnikától kezdve bármit. És én a fejemet teszem rá egyébként, hogy, hogy az elkövetkező időben Zelenszky szó szerint üzemanyagot fog követelni a nyugatiaktól, csak itt jön egy csavar megint a történetbe, és itt látszik az oroszoknak ebből a szempontból a zsenialitása, hogy ugye a vasúti átteresztő kapacitást azt nem lehet bővíteni. Plusz erősen sérülékeny, tehát azt tudja támadni. Lehet az oroszok, mint mondtam, ezt, ezt, tehát konkrétan a szerelvényeket, illetve a vasúti pályáknak a támadását egyelőre még annyira nem forszírozták. És viszont ugye azt nem lehet megcsinálni, hogy egyszer szerelvénybe a Leopard harckocsi mellé még beöntök 5 tonna kerozint is, tehát annak külön tartálykocsi kell. És hát ugye itt majd fölmerül az a kérdés, hogy, hogy bizony nyugatról egyáltalán képesek-e elméleti úton annyi hadianyagot, most már beleértve az üzemanyagot is szállítani Ukrajnába, mint amire Ukrajnának szüksége van. Ugyanis, hogy el fognak fogyni az ukrán források. Az egészen biztos, mert onnantól, hogy nem tudnak finom, finomítani maguknak se kőolajat, kőolajból benzint, illetve dízelüzomanyagot onnantól nagyon komoly problémák lesznek. És persze ezt el lehet első körben intézni azzal, hogy az orosz haditechnika az elmegy mindennel, mint mondtam, ilyen étolajtól kezdve gyakorlatilag benzinpáráig bármivel, csak hogyha az ember megnézi akár az ukrán, vagy akár hát gyakorlatilag egy szinoníma nyugati beszámolókat, rengetegszer lehet olyat látni, hogy a, a gyors mozgású ukrán csapatok bizony civil vagy volt civil autókat használnak. Na most azt viszont mindenki tudja, hogy a civil autónál viszont nem lehet azt eljátszani, hogy mondjuk egy dízel autóba beletöltöm a benzint vagy fordítva. Tehát azok viszont szigorúan csak olyan üzemanyaggal működnek, amit a gyártó előírt. És itt, itt is például az ukránoknak egy nagy hogy mondjam, képesség csökkenése lesz majd, hogyha már abba a terepjáróba, abban nem fognak tudni beleönteni üzemanyagot, mert egész egyszerűen vagy nem lesz, vagy másfajta üzemanyag lesz. Hát, ahogy a visszautaljak a beszélgetés elején, amire, amire, amit mondtál, hogy az oroszok képesek türelmesen kivárni, a, a, Így mert, van. Hogy, hogy, e, és ez is egy ilyen taktika, mert kifogynak az ukrán a, a hátországbeli tartalékok, és hát jó, aztán a, ugye a civil élet is le fog lassulni ettől, hogy a civil közlekedés is, e, hát nem jut benzinhez én a, rendszerváltást követően 91-92-ben nagyon sokat jártam Kárpátalján, akkor még Szovjetunióban, aztán a, a frissen megalakult Ukrajnában, és az is egy ilyen időszak volt, hogy nem volt Ukrajnában üzemanyag, mert ugye volt témi torzsalkodás a frissen kialakuló ország Ukrajna és Oroszország között, és Hát bizony nagyon vicces dolgok voltak ebből, a korrupció az egekig hatolt, a benzik után nem volt benzin, a magánházaknál lehetett 20 literes kadnákban vásárolgatni, nem tudom milyen felárakkal, meg milyen egyéb módon. A mentő leállt a beteggel, nem tudta bevinni kórházba, a rendőrautó leállt a, a betörő üldözése közben, mert elfogyott a benzin a kocsiából. Tehát most kísért ez a szellem, mert ha ez, Igen. ez hamarosan... Igen. Igen, vagy, igen, parancsolj. Igen, igen, igen. Ugy, ugyanez, ugyanezt látnád most is, hogy ha, ha, ott lennél, ugyanis pontosan erről van szó, hogy itt az oroszok, orosz stratégia váltás volt, ugyanis rájöttek, hogy ez a. Igazából ők, én azt látom, hogy nem feltétlenül a fronton akarják ezt a háborút megnyerni, hanem egész egyszerűen szó szerint megfojtani Ukrajnát. Tehát olyan szinten belemenni a stratégiai nyersanyagháborúba, amit nyilván Ukrajna nem fog tudni bírni. Tehát azért ezt mondtam mindig, hogy egy 40 milliós ország, ami volt 40 milliós, mert már jó pár millióan elmenekültek, az nem fog soha háborút nyerni egy 144 milliós ország ellen. Egy olyan ország soha nem fog háborút nyerni egy másik ország ellen, amelyik az egyik kőolaj és földgázba gyakorlatilag szinte kimeríthetetlen forrásokkal rendelkezik, a másiknak meg gyakorlatilag úgy van, hogy gyakorlatilag nincs. Egyébként ez is egy nagyon, nagyon jellemző példája Ukrajnának, hogy Ukrajnában is van földgáz és kőolaj, mégis egyébként külföldről hozza be. Tehát ez, ez, ez megint egy olyan tipikus jellemzője, hogy Ukrajnában mekkora káosz van, illetve volt már 91 óta, hogy elképesztő. Egyébként még Hárkovval kapcsolatban egy érdekes dolog, hogy az oroszok visszavonultak, Na ez megint annak a példája egyébként, hogy ezt nem értem az orosz ö, taktikába értve stratégiába, hogy amit véráldozattal elfoglaltak és körülzárták, szinte teljesen körülzárták Harkovot, azt miért adták föl? Tehát itt, itt megint egy ilyen, egy ilyen ö, hogy mondjam, ö, elég rossz elgondolást látok orosz részről, arról meg nem is beszélve, én ezt már korábban sértettem, hogy az oroszok miért nem nyomják el annyira az ukrán. Hadsereget az orosz határtól, hogy ne tudjanak átlőni az orosz határon. Tehát ez számomra egy ilyen értetetlen dolog. Kicsit megmondom őszintén azt látom, hogy a, a, az orosz vezetésnek a közép rétege az megreked még így a vörös hadsereg színvonalánál, mm -hmm. tehát hogy az ember élet nem számít, logikusan nem gondolkozunk, megpróbáljuk tömeggel megoldani, csak az, az igazság, hogy itt meg nincsen tömeg. Na most a kiskaton és a felső vezetés ettől már azért eltávolodott, de a középvezetőknél én még sajnos ezt a, ezt a beállítottságot nagyon vélem felfedezni. Harkovról még egy mondat, meg a nagyvárosokról, ugye ez már korábban is sokaknak föltűnt, hogy az oroszok Mariupol kivételével nem nagyon ostromolnak meg nagyvárosokat. És persze erre lehet azt mondani, hogy az oroszok bénát, meg nincs hozzá meg az eszközük, hát most ezen nevessünk egy jót. A bénát azt lehet vitatni, de hogy nincs meg az eszközük, az, az egyszerűen nem igaz. Szíriában is bemutatták, hogy bizony vannak olyan fegyvereik, hogy hát azzal senki nem szeretne találkozni, az ilyen termobárikus fegyverektől kezdve a... Na mindegy, nem menjünk bele. És erre, erre öcsémnek volt egy nagyon érdekes megjegyzése, ő azt mondta, hogy itt valószínűleg az oroszok arra is játszhatnak, hogy, hogy egész egyszerűen kifárasszák az ukrán lakosságot is. Tehát nem csak, hogy folytogatják őket a hiányal, hanem egyszerűen kifárasszák őket mentálisan. Ő mondta, hogy milyen élet az olyan, hogy tankolni nem lehet, tehát mozgásba korlátozott az ember, az adott ostromlott, vagy legalábbis félig meddig körülzelt városba az energiaellátás, meg a mindenféle ellátás akadozik, beleértve a nyugdíjtól, az áram, a gáz, minden, és ráadásul ugye bizonytalan a jövő is. Tehát itt, itt az oroszok részéről megint egy olyan hosszú távú stratégiát vélek felefedezni, hogy egész egyszerűen ők arra is játszanak, hogy egy idő után az ukrán lakosság mondja azt, hogy ennyi volt, és tovább már ők se. Hát ez nagyon izgalmas és nagyon érdekes teret nyitottál meg, mert ilyen aspektusról még eddig itt a hazai elemzők, meg műsorok körében nem hallottam, azoktól sem, akik egyébként próbálják a, a, a lehántani a helyzetről a nyugati média által felrakott álcákat. Gergő, én nagyon szépen köszönöm, de muszáj folytatunk a beszélgetést, mert. Én még, ami nagyon érdekelne, hogy mi a helyzet a, 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 az orosz hátországban, illetve arról milyen véleményetek van, véleményed, illetve milyen véleményeket hallasz, hogy a, a Finn és a Svéd csatlakozás hát hogy milyen következményekkel járhat. De ezt egy következő beszélgetésben folytatjuk, most időnk lejárt, Köszönöm neked, hogy itt vagy velünk. A, Én is néz... a nézőknek köszönöm a figyelmet, nézzék továbbra is a adásainkat, és nem sokára folytatjuk ezt a beszélgetést. Viszontlátásra! Viszontlátásra!